Angela Malenstein kérdezte meg tőlem az első edzés után, hogy én autista vagyok, én mondtam, hogy lehet, lehet. Nem zárom ki, mert... most nem mondtam igazat, mert nem az első edzés után, hanem közbe kérdezte meg. Én nagyon sokáig nagyon sajnáltam őt, tudod, mert tudtam, hogy mibe megy, és tudtam azt, hogy ez azért egy rendkívül jó emberekből álló, de nem könnyű csapat. Tehát nagyon-nagyon jó emberek, ha melléd állnak. És igazából azt nem tudod kitalálni elsőre, hogy ők éppen milyen testhelyzettel fogadnak téged, vagy éppen hogy alakul ez az egész. Én sajnáltam a Martin Albertsent, de most a több mint 10 éve élünk együtt Zizivel, az első 3 hónap kivételével semmit nem játszunk otthon. Mert abból 10 percen belül összeveszés, vagy, tehát volt már olyan, hogy haigálás volt. Tehát ő is egy győztes alkat, én is egy, vagy egy győzni szerető alkat, én is, és a családi béke érdekében nem játszunk otthon semmit. A Hajrázöldek működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Hát akkor kezdjük el, szeretettel köszöntök mindenkit a Kapufafab és a Hajrá Zöldek második ilyen közös beszélgetésén, amelynek vendége Elek Gábor lesz, később majd be fogom mutatni őt, úgyhogy még kis türelemmel a tapsal. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik személyesen jöttek el, és itt vannak a mai beszélgetésen, és külön köszöntöm azokat, akik utólag a YouTube-on nézik majd vissza ezt a mai estét. Ez a rendezvény ingyenes, ahogy az előbbi is az volt, vagy az előző is az volt egészen pontosan. Amolyan becsületkasszás módon a pultnál a Hajrá Zöldekes dobozba tudtok dobni. Hogyha szeretnétek, ezzel a műsort tudjátok támogatni, meg azt, hogy legyen még ilyen esténk, hogyha valaki elfogadja a meghívásunkat, már pedig az izit már puhítjuk. Nem tudom, láttad, hogy kapott tőlünk egy virágot? Láttam. Na, elnézést. Csak szólok, hogy a Tibike meg puszit is kapott tőle, úgyhogy ennyit erről. Rögtön szeretném is megköszönni, nem tudom hol van, Pokinak, a Kapufafab tulajdonosának a helyszínt és a szervezésbeli segítséget. Őt majd itallal tudjátok támogatni, mármint fogyasztással. Ezt egyébként a saját hangulatotok miatt is megtehetitek, úgyhogy nyugodtan menjetek csak oda a pulthoz. Szóval engedjétek meg, hogy bemutassam Gábor, bár nyilván mindenki tudja, hogy ki ül itt mellettem, de azért mégiscsak így illik. Igazi fradista családba született 1970-ben, édesanyja Rotelmer Anna, a Ferencváros és a magyar kézilabdázás legendás kapusa volt, egy világbajnok hálóőrről volt szó, aki a Ferencvárossal backdöntőt is játszott. Édesapja Elek Gyula az FTC legendás edzője volt, hogy 21 éven át szolgálta a Fradit, ugye az ő nevét viseli a jelenlegi hazai csarnoka a klubnak. Ez alatt a 21 év alatt 4-szer lett bajnok és 4-szer kupagyőztes, és hát ugye a backdöntős csapatnak is ő volt a trénere. Gábor 2007-ben került a Fradihoz, és egy évre rávette át a felnőtt csapatot. 2 magyar bajnoki címnek örülhetett, és 3-szor nyert magyar kupát a csapattal. Mindannyian emlékszünk a 2 kek sikerre, és még jobban emlékszünk a tavalyi év BL Final Four-jára, és arra a fantasztikus elődöntőre, meg a döntőre, ami azt gondolom már egy kis jutalomjáték volt, de majd erről talán még beszélünk. Jelenleg az esztergomi vitézek szakmai igazgatója. Elek Gábort köszöntöm, örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem, tehát ezt szeretném hozzátenni. Köszönjük szépen. Úgy fog zajlani a mai beszélgetésünk is, aki esetleg nem volt itt az előző, hogy nagyjából egy 40-45 percet kínzom a Gábort, és aztán a tiéteken... Már izzadok. Tiéteken van, vagy rajtatok van a sor. Hogyha vannak kérdések, akkor majd arra is teret biztosítunk, úgyhogy várjuk majd azokat. Egy kis pár bemelegítő kérdés lesz, aztán majd képek alapján témakörökbe fogunk menni, ti is látjátok majd kivetítve az adott fotót, amiről beszélgetni fogunk, de előtte még hadd beszéljünk egy picit, ha már itt vagyunk Párkányban, ugye Felvidéken. Amikor a külhoni magyarság szóba kerül, akkor Gábor, te mindig nagyon szívhez szólóan beszélsz, számunkra mindig nagyon kedves gondolatokat fogalmazol meg, ugye részt veszel a Magyar Kézilabda Szövetség határon túli programjában, a Szatmár-Fradi utánpótlás együttműködésnek is az egyik élharcosa voltál. Honnan jött ez a nyitottság a határon túli magyarság felé? Hát ugye nagyon kevesen tudják a családomról, hogy... Tehát hiába édesapám egy másik rendszerben volt sikeres, de ő nagyon-nagyon ebben a rendszerben való volt, amiben most élünk, és végül is ez gyerekkorom ott belém nevelte. Tehát az összmagyarságnak az öntudatát
Nem kutattam még Csalánt fel, de valószínűleg én valahonnan a határon túlról, vagy a mostani, én nem így szoktam fogalmazni, hanem az ideglenesen elcsatolt területekről származhatom, mert valami hihetetlen érzés lesz rajtam úrra, amikor eljutok ezekre a területekre, és én igazából borzasztóan hamar tudom otthon érezni magam. Úgyhogy általában azért nyilván mindenki sejti, tudja, hogy én nagyon sokat járok külföldre, vagy most már hál' Istennek kevesebbet, de az elmúlt 15 évben rengeteget utaztam, és én sehol nem tudom jól érezni magam külföldön, csak és kizárólag ezeken a területeken, de nyilván tehát szeretném leszögezni, hogy én ezt nem tudom elfogadni, és számomra ez Magyarország. Úgyhogy valamint azért az is belejátszik, hogy amikor ezekre a területekre én elmegyek, mindig valami mással találkozom, ami a megszokott, mindig valahogy több emberséggel, több együttérzéssel, több barátisággal, bajtársiassággal, és én rettenetesen, tehát éppen két hét múlva is Székelyudvarhelyen vagyok, vagy hát nem egész két hét múlva, nyilván ezzel a határon túli akadémiák edzőképzésével. Úgyhogy én rengeteget járok, és nagyon-nagyon szívesen járok. Ugye két hete voltunk Dunaszerdahelyen, tehát én mindig jól érzem magam, és főleg az emberek között érzem jól magam, tehát nem, nincs különleges igényem ilyen olyan titulusú emberek között lenni, hanem én ott az emberek között érzem magam. Tehát Székelyudvarhelyen a kalapos kocsmába szeretek nagyon lenni, és válogatott vagy Fradi meccset nézni. Tehát ezek így... Amire még nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a kisfiam az idén, ugye az idei Tusványoson volt először az ország határon kívül, és ez olyan szinten, ugye akkor volt 4 éves, és olyan szinten érintette meg Székelyföld és Erdély, és tehát, hogy ez valami elképesztő. Pont tegnap magyarázta, hogy most jó lenne, ha elmennénk a repülővel, mert tudja, hogy mi azért sokat repültünk az édesanyjával. És most már őt is elvihetnénk, és akkor megkérdeztük, oké, Levi, de hova szeretném menni? Székelyföldre. Úgyhogy valamiért ez így alakult nálam, de nagyon büszke vagyok rá, és soha nem fogom megtagadni. Úgyhogy én mondom, én hozzám nagyon-nagyon közel áll. Mondom, nem szeretem a határon túli magyarság kifejezését. Mindig Juhász Pistának és a Magyar Kézzelszövetség szakmai igazgatójának mondom, aki nagyon hasonlóan gondolkozik, mint én. Valamint Balai Attilának, ugye a Magyar Kézzelszövetség stratégiai főtanácsadójának, aki szintén nagyon hasonlóan. Hogy jegyezted meg ezt a titulost? Sose tudom. Na mindegy, bocsánat, mondja csak az. Ne zavarj össze, mert különben szétesek itt. Jó, tehát így hármasban azért rengeteget járkálunk ezekre a területekre, és mindig kikérem magamnak, hogy ez nem határon túli magyarság, ez a magyarság. És hogyha azt hiszitek, hogy most csak nyalizik, és azért mondja már, hogy itt ja, most felvidékében. Az M4 Sporton is bemondta a román verés után, hogy ez kettős győzelem, hogy nyertek a magyarok, és kikaptak a románok, szóval. Azért azt szeretném elmondani, hogy utána azért egy-két fordító programmal megírt, nagyon kedves e-mailt kaptam. Igen? Igen, amiben különböző nem túl elegáns cselekvésekre hívták fel a figyelmet, de vállalom. Na, majd hogyha Levit is elviszitek újra Székelyföldre, még akár azelőtt is szívesen várunk egyébként Párkányba újra titeket. Nem tudom, hogy jártatok-e már itt azóta, hogy például itt dolgozol Esztergomba? Én jártam, nyilván átutazóba. Nekem ez is egy ilyen nagyon nagy szerelem, tehát ez a innen elmenni Vácig, vagy még talán lejjebb, uh-huh. És ezen az oldalon, tehát az ugye most azóta... Ezt biciklivel is lehet, ugye, ha jól tudom. Ne, én kocsival voltam, ne egysőre. De van elektromos bringával, tudod? Igen, a Neuser Kft. Biciklijével, kerékpárjával. Ezért dobtam föl a labdát. Szóval, hogy igen, hogy Párkány is... Igen. Tehát mondom, én most itt kétszer is utaztam erre, tehát ez szerintem az egyik legszebb út, ami valaha jártam, tehát innen neki itt a Dunakanyarnak erről az oldalról. Ugye pláne azóta, hogy átadták Szobnál a hidat végül is nagyon könnyen meg lehet ezt csinálni, úgyhogy jártam, de azért én innen 50 percre lakom, és azért elég sokat kell ingáznunk, tehát megmondom őszintén, hogy még Esztergomban is nagyon kevés dolgot láttunk, mert elsősorban most a csarnokkal és a csapattal és a következő évekkel kell nagyon sokat foglalkozni. Hát bízunk benne, hogy majd azt a fotót is kiúzod, ami az esztergomiakról szól, még annyit egyébként, hogy nyáron kiváló strand van, Párkány van, Zizinek nagyszerű bevásárlási lehetősége, úgyhogy neked jó sörök. Ezzel szokott a legkevesebb gondja lenni, ja. hogy és hogyan, vagy hol és hogyan vásároljon be, tehát ő ezt nagyon rendkívüli tehetség ebben. Szegény Zizi, menjünk inkább tovább. Gábor, akkor kérlek húzz egy
fotót meg vannak számozva 1-9-ig, és akkor az alapján... Hát nyilván alapján... mondtad, hogy szegény Zizi, akkor 8-assal kezdeném. Áj, ki gondolta volna, hogy a 8-assal fog kezdeni? Hát én. Úgyhogy akkor a 8-as fotót megkérem a csinos segítőmet, hogy a kivetítőre is tegye föl nekünk. Mi jut eszedbe erről a képről? Hát ha jól gondolom, ez a 2021-es bajnoki címnek az ünneplése, de lehet, hogy nem jól gondolom, vagy pedig a búcsunk most, mert ezt így erről nem tudom megmondani. De így a Leventéből indulva ez inkább a mostani idei év. Hát ugye nyilván egy olyan időszak zárult le, ami csodálatos volt, ami nagyszerű volt, de azért az is hozzátartozik, hogy én borzasztóan elfáradtam ebbe az időszakban. Azért ezt, aki tudja, hogy mivel jár egy ilyen csapatot vezetni, tudja, hogy ez mennyi munka, és főleg mekkora idegfeszültség, és állandó döntési helyzet, és 3 naponta mérkőzések, és ugye hibázni nem nagyon lehet, az azért tudja azt is, hogy ez borzasztóan fölörli az embert. Én nagyon büszkén távozhattam el ettől a klubtól, tehát ez, ami nekem gyerekkori, én beleszülettem, én mindig fradistaként is fogok meghalni, de nyilván ezt én pontosan tudtam, amikor ebbe az egészbe belevágtam, hogy ezért ez határozott időre szól, és igazából itt jött el a vége, és ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy benne méretetlen tüske van és sértettség, és nem higgy el mindenki, hogy semmilyen. Én azt gondolom, hogy nagyon kegyes volt hozzám az élet azzal, hogy ahogy kiszállhattam én az egyik legnagyobb szerelmem karjaiból, tehát a Ferencvárostól elköszönhettem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltó búcsú voltam az azt megelőző 15 évnek, és tényleg valószínűleg életem csúcs 15 éve volt, tehát szakmailag, bár hozzáteszem, hogy én nagyon szeretnék még hasonló dolgok közelébe menni, de nyilván ezt fel kell építeni, de erről a 15 évről annyi, hogy hát itt véget ért ugye az élet furcsa fintor, hogy az Elek Gyula arénában ért ez így véget. Az, amit ott mi kaptunk, azt valószínűleg az életünk végéig nem fogjuk elfelejteni. Se abban a 15 évben, se abban az utolsó estén, tehát az tényleg nagyon megható volt. És engedtem, hogy befejezd a gondolatot, de egyébként nem erről szerettem volna kérdezni, de nagyon jó, hogy elmondtad, mert lesz majd szó nyilván erről a karrierről. Hát figyelj, akkor kérdezz, és akkor megpróbálok válaszolni. A család lenne a téma, mert hogy ugye egészen speciális a helyzet, hiszen gondolom mindenki tudja, hogy Elek Gábor felesége Szucsánszki Zita, a fradi korábbi csapatkapitánya, aki 2014 nyarán bejelentette, hogy a következő nyáron szeretne gyermeket vállalni. Aztán jött 2015 januárja, amikor már azt nyilatkozta, hogy ez valószínűleg tolódni fog, mert hogy a csapat érdekei azt kívánják. Azt mondta egészen pontosan, hogy nem akarom cserben hagyni a csapatot. Tehát nyilván nem sikerültek úgy az igazolások, nem állt össze úgy a keret. Szüksége volt a Fradinak Zizire. Tehát jöttek még az évek. Nyilván mi szurkolók örültünk annak, hogy Zizit játszani látjuk, de hát meg Gábor mint edző is örülhetett neki, de Gábor mint férj, hiszen ott a másik oldalon ott van egy kapcsolat, ami nyilván szeretné megkoronázni az egészet egy gyermekkel. Szóval hogy éltétek ti meg ezt a húzavonát ott ebben a szituációban? Hát ugye én azért azt gondolom, hogy tehát az, hogy lesz gyerekünk, ebbe egészen biztosak voltunk, és tudtuk, hogy ez egy közös cél. Ugye nekem az első házasságomból van 2 nagyfiam, tehát igazából itt a leginkább az Iziről volt szó, hogy ő neki nagyon-nagyon hiányzott már a saját gyermek. Egyébként, tehát én is úgy voltam vele, meg pláne amelyet ez a kis nyavajás megszületett, azért elég rendesen körülötte forog az életünk. De tudtuk azt, hogy még nem csúsztat, nekem már mindegy volt, mert öreg voltam, hogy teljesen mindegy, hogy 46 évesen, vagy 49 évesen. Az Izi még pont rendben volt korban, és az, hogy... Tehát ott meg kellett hoznunk egy döntést, és végül is közösen így döntöttünk. Tehát ez erről szólt, hogy ott akkor úgy kellett, hogy legyen valamiért. Én megmondom őszintén, hogy már azért nem nagyon emlékszem, hogy ez miért volt, hogy volt, valami volt mögötte, de ezt akkor meg kellett lépnünk. És hogyha család, akkor nyilván már a bemutatkozásban is mondtam, hogy szülői szálon és ezer szállal kötődsz a Ferencvároshoz, nemrég a 24.hu-nak nyilatkoztad, és akkor talán vissza is köthetünk erre a távozásra, hogyha nem a Fradiról lett volna szó, ez most egy idézet, biztos, hogy hamarabb fölemészt az a harc, ami 15 éven át nap mint nap meg kellett vívni, de a tolerancia küszöbödet nagy mértékben tolja ki azt, hogyha felnézve a munkahelyet homlokzatára azt látod, hogy a bejárat fölött az apád neve virít. Volt konkrétan olyan pillanat, vagy olyan periódus, amikor tényleg ebből merítettél erőt, amikor már úgy mentél be, hogy hát nem is annyira akarom, de basszus, hát mégis az Elek név kötelez?
Nem csak ez, tehát igazából biztos, hogy bárhol előbb feladom, mint a Ferencvárosnál. Tehát ez... Borzasztó sok jó pillanatot megéltünk mi ebbe a 15 évben, de ebbe voltak keserves pillanatok is. Amikor úgy gondolja az ember, hogy ez normál keretek között, azt mondja, hogy na most volt elég. És itt nem feltétlenül személyes ellentétekről beszélek, nem feltétlenül olyan dolgokról beszélek, ami... Nagyon nehezen itt emésztettem meg, amikor ugye az általunk felnevelt fiatal játékosok elkezdtek eltávozni tőlünk. És igazából most már úgy kicsit tudom az okát, akkor nem nagyon értettem. Különböző majinációk és egyéb dolgok, nem szeretnék erről beszélni, mert senkit nem akarok én így utólag megsérteni, de ott azért többen azt akarták, hogy is mondjam, tehát ne csak magukat erősítsék, hanem az ellenfelüket is gyengítsék. És amikor erre rájöttem, hogy nem tudom, hogy lesz olyan ére, amikor ezzel föl tudjuk venni a versenyt, akkor biztos, hogy megfordult a fejembe, hogy érdemesen. De mondom, hogyha ez a... Most szándékosan olyan csapatot mondok, akik nincs női kézlabdával, a Mezőköves délén van, akkor biztos, hogy akkor azt mondom, hogy nincs értelme. Tehát addig érdemes harcolni, amíg vannak eszközeink, meg a fegyverarzenálunk meg van hozzá, onnantól nem. De mégiscsak azt mondom, hogy nekünk volt, tehát az volt a jó döntés, hogy ez így maradt, mert ezek után jöttek, végülis az utolsó három év volt talán a legsikeresebb, hogyha azt nézzük, hogy minden évben trófea, plusz azért a nagyon-nagyon régen állított cél a Final Four is, még akkor is, hogyha ez is olyan fradis volt szerintem, ahogy mi elértük, hogy már mindenki legyintett egyet ránk, és akkor jöttünk a semmiből, és végülis oda tudtunk érni. Úgyhogy ezek nagyon speciális dolgok, de tehát utólag megérte. Csak akkor, amikor Bittingheimbe kapsz egy 40-20-as vereséget, azért azt nem kívánom senkinek olyankor, hogy... És nyilván, tehát mi tudjuk, hogy három sérültem ment, vagy egy sérültünk volt, három betegünk, akik is jöttek velünk, de ez a kutyát nem érdekli, amikor kapsz egy ilyen 20 gólos, ráadásul én is 40 fokos lázzal álltam végig azt a mérkőzést, tehát romokba, tehát ott meg is beszéltük az akkori segítőmmel, ugye Dulában Orvival, hogy soha nem kértem ilyet, nem a te mész a sajtótájékoztatóra. 40-20, nem mondtam, nem én megyek a sajtótájékoztatóra, tehát oda nem küldök oda egy olyan embert, érted, akik aztán tehát kivégzésre. Úgyhogy, tehát aztán mi lett a vége? Egy Final Four. Mi lett a vége, hogy utána visszajöttünk az életbe? Tehát borzasztó. Nem volt olyan évünk, amikor nem jártuk volna meg a poklót, és abból ne kellett volna kijönni folyamatosan. És nyilván ez borzasztóan fölemészti az embert. Úgyhogy ennyi. Jártál azóta a Népligetben? Jártam természetesen. Tehát, de nyilván, tehát itt azért tudni kell azt, hogy én alapvetően nem szeretek kellemetlenkedni sehol. Tehát mérkőzésen nem voltam, játékosokkal nem találkoztam, de ugye most nemrég volt egy alkalom, amikor Kubatov Gábor elnökül meghívott és felköszöntött. Megmondom őszintén, hogy borzasztóan jól esett, nagyon jól beszélgettünk, és közölte, hogy tudja, hogy te mindig itthon vagy, mondom, nagyon mertem remélni, de mondom, én azt gondolom, még egy kicsit nekem távol kell lennem ettől az egésztől, mert egy biztos, hogy... Ugye most éppen, hál' Istennek ma nyertek, legutóbbi BL meccset megnyerte a csapat, az biztos, hogy nem jó, hogyha én ott megjelenek. És ott, ha csak egy vagy két ember, ugye a válogatottnál is ugyanez volt, hogy én két évig nem mentem ki válogatott mérkőzés, amikor abbahagytam a szövetségi kapitánykodást, mert ha csak egy embernek is káoszt okozok a fejébe, akkor már, mert nyilván meglátnak a lelátón, vagy a helyszínen, és hogyha egy embernek is káoszt okozok a fejébe, akkor az már nem érte meg nekem, meg neki sem. A felvételen közképest egy hét múlva, november 18-án Elek Gábor belép majd az Elek Gyula arénába. De várom. Fradi ellenfeleként, ugye az esztergomi vitézek majd a Fradi U19-esekkel játszanak az NB1-ben. Készül erre az ember, vagy ott van már a fejedben ez a visszatérés? Nem. Én azért ebben a 15 évben egy valamit megtanultam, hogy... tehát van egy nagyon, nagyon kedves barátom, aki szokta mondani, hogy raktára nem aggódunk, tehát majd amikor eljön az időszak, akkor majd foglalkozunk ezzel. Nyilván, tehát az izének is nekem is azért keményen meg kell acéloznunk majd magunkat, és oda bemenni egy egyenes fővel, emelt fővel, egyenes gerinccel, és lehetőleg úgy viselkedni, ahogy egy ilyen helyzetben viselkedni kell. Hát ott leszünk a lelátón, úgyhogy majd figyelünk. Köszönjük szépen, én attól félek, hogy sokan gondolkoznak még így erre a mérkőzésre. Reméljük lesz hely. Jó serek,
zöld-fehér környezet, vidám hangulat. Várunk mindenkit szeretettel, parkamban, sétáló utcán. Hajrá, zöldek! Az epizód támogatója a Kapufa Pub. Gábor, bök rá kérlek egy másik fotóra. Hát ugye az Izzy a 7-es volt a válogatottnál, és most 87-esben játszik, úgyhogy... Esztergom. Ez Esztergom. Mi a bajod? Hát nem mindig jók a képek. Ezt akartam kérdezni, majd ha kikerül a projektorra, hogy néha azért szoktál-e mosolyogni az ilyen fotóknál. Ott áll leghátul, Gábor. Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem ezeket a helyzeteket. Tehát, és alapvetően őszinte embernek gondolom magam. Tehát túlzottan nem tudom magam megjátszani. Nyilván ez tényleg nagyon jól sikerült. Ezt azért sok helyről megkaptam ezt a fotót, úgyhogy én nem nézegetem ezeket a közösségi oldalakat, meg egyéb dolgokat, ahol ezek megjelennek, de ezzel viszonylag hamar találkoztam az elkövetés pillanata után. Na, de beszélgessünk a vitézekről, vagy a vitézlányokról, ezt így kell mondani, mert nekem nagyon nem jön a nyelvemre, hogy... Tehát akkor nem mondd így. A vitézlány. Hát, na, beszélgessünk az esztergomi kézilabda csapatról. Ugye azt mondtad, hogy te nyugisabb munkára vágysz, és igazából úgy is nézett ki, hogy egy M1-2-es csapatot elkezdesz majd fölkészíteni, és lesz idő arra, hogy lépkedjetek, vagy hogy egy normál keretet rakjatok össze. Aztán ebből ugye a licenc problémák miatt, a Siófok licenc problémái miatt végül MB1-B lett. Ezzel együtt ez a nyugalom megmaradt, vagy ezzel az is jött, hogy jóval nagyobb a pörgés, vagy jóval többet kell dolgozni? Én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan félreértették, ezt a mondatomat, mert bár valóban így fejeztem ki magam, csak hát nyilván nem mögött a magyarázat az más. Tehát én borzasztóan belefáradtam abba, hogy brutális a győzelmi kényszer, méretetlenül belefáradtam abba, hogy állandóan túl célokért kell dolgozni, vagy legtöbbször túlő célokért kell dolgozni. Nagyon-nagyon belefáradtam a szerda-szombatban, nagyon-nagyon belefáradtam az utazásokban, tehát az izé a tanulm, hogy tehát pénteken mi felszálltunk a repülőre, akkor szerda már nem lehetett hozzám szólni, tehát én annyira gyűlölöm az utazást, főleg ezt a repülőzgetés, átszállás, ide mennyi, oda mennyi, soha nincs sinem semmi, mindig van egy kis késés, mindig pont nincsen teremidő, pont nem úgy van az ebéd, pont nem úgy van a reggeli, tehát és én Angela Malenstein kérdezte meg tőlem az első edzés után, hogy én autista vagyok-e, mondtam, hogy lehet. Nem zárom ki, tényleg meg kérdeztem? Ne, hát nem mondtam, most nem mondtam igazat, mert nem az első edzés után, hanem közben kérdezte meg. Ugye, mert mondtam neki, hogy kezdjük el a bemelegítés, akkor ugye egy a vonaltól mit 30 centire fordult, túlsó van, 30 centire, és mondtam, mondom, megkérhetnélek, hogy elfuss a vonalig? És mondta, te autista vagy? No, abszolút. És utána a következő három évünkben, tehát ő elfutott a vonalig, és bekönyvelt engem autistának. Tehát én borzasztóan rosszul viselem azt, hogyha a programok borulnak. Tehát az előre megtervezett dolgok borulnak, és ennél fogva, tehát ez engem iszonyatosan őrölt. Én nem kevesebb munkára vágytam, hanem egy kicsit más jellegű munkára, és ezért a stressznek, azért a stressz az nagyon keményen jelentkezett már itt az utolsó éveimben, alvászavartól kezdve minden ilyen enyhébb dolgok jöttek elő, ami nyilván, hogyha ezzel nem változtatok, akkor ez durvult volna. Tehát nekem ezekből volt nagyon-nagyon elegem, és én most borzasztóan jól érzem magam, rendkívül jó közegben vagyok egyébként, itt vannak a vezetőim, tehát azért is mondok ilyeneket. De ha nem lennének itt, akkor is ezt mondanám, tehát hogy egy rendkívül tényleg rendkívüli közegbe kerülhettem, és pillanatnyilag minden álmomat felülírja, tehát amire én itt számítottam. Hihetetlen jó tempóban haladunk, hihetetlen jó tempóban tudjuk építeni a dolgainkat, borzasztó jó a jövőképünk, és mondom, hogy valahogy úgy minden úgy van, ahogy megálmodjuk, hogy megtervezzük. Nyilván, tehát aki ma látta ezt a mérkőzést, nem erre gondolok. Bár győztünk, de nem erre gondolok. A lényeg a győzelem. Megragadta a fülem egy mondat, a túllő célokért küzdöttünk. Tudtam, hogy szembeállítasz önmagammal. Kár volt. Kicsit szakítsuk innen, meg ezt a gondolatot. Semmi gond, mert innentől igennemmel válaszolt, és soha nem tudsz belekedni. Visszatérünk majd az Esztergomra, amelyet a Neuser Kft. Is támogat. Így jó? Na, szóval... Hát ez a Neuser Andrásnak nagyon jó, értem. Nekem meg most, ami jön, az nem lesz jó. Szóval túllő célokért küzdöttünk, és akkor tényleg majd visszatérünk az Esztergomra, de ez megragadta a fülem, és egy másik témánál akartam is kérdezni. Ez azt jelenti, hogy amikor például 2019 évvégén Kubatov Gábor az évértékelőjében már lenyilatkozta, hogy
nem tudom, 5 évet mondott talán Sebastian. Na mindegy, hogy x éven belül BL-t kell nyerni a csapatnak, aztán ezek így egyre jobban jöttek, és egyre több ilyen kommunikáció volt, akár csak elrejtve is, amit nyilván mi más füllel hallunk talán szakmán belül. Tehát ezek irreális célok voltak? Én úgy gondolom, hogy tehát 7 trófeát nyertem a Ferencváros élén. 3 magyar kupát, 2 bajnokságot és 2 nemzetközi kupát. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért vagyok erre, mert nyilván a Németh András, az édesapám több trófeát tudott nyerni, körülbelül ugyanennyi idő alatt. De én azért vagyok erre borzasztóan büszke, mert ebbe a 7 trófeába egyszer sem indultunk esélyesként harcba. És igazából ebbe ez volt az, ami... Tehát én nagyon sokat beszélgettem az akkori vezetőimmel is. Gábornak is mondtam, hogy értem én a törekvést, de azért... És nem zárom ki, hogy meg lehet csinálni. Csak még arra nem láttam példát, hogy amikor kidobuljuk és zászlóra tűzzük, az nekünk könnyebbé tenni ezt a dolgot. Tehát én mindig annak a híve voltam, hogyha amíg nem esélyesként indulunk valahol, nem első számú esélyesként, akkor mindig maradjunk csöndben. Én nem szeretem azt, hogyha... Tehát engem még soha nem hallott egy ellenfelem se előre fenyegetőzni. Az, hogy utána, amikor legyőztük, akkor bunkó voltam, olyan volt. De ilyen, inkább nem is az, hogy bunkó, de az, hogy beszólogattam, de nyilván inkább humorral. Ez így nyilatkozom. Inkább humorral, de előre én soha nem szeretem ezt, hogyha... Az nyilvánvaló, tehát vannak olyan csapatok, tehát a Real Madrid az ne vágyjon a BL bronzérmére. Mint ahogy a Verstappen se akarja a második lenni a világbajnoki címért folytatott harcba, de azt gondolom, amíg nem lehet ezt kimondani, hogy igen, itt mi vagyunk az első számú esélyesek, nagyobb segítség az a játékosoknak, a csapatnak, valamint a körülötte levő embereknek, hogyha úgy gondolkozunk, hogy igen, az öltözőnek ez a célja. Ezt konkrétan érezted azután, hogy változott akár, tehát hogy leütött játékosokig ez az üzenet? Nyilván leütött, hiszen... Persze, nem ez a baj vele, tehát egyrészt mondom, tehát a 8-as suranó pályán úgy lehet úszóversenyt nyerni, hogyha nem, harsogom, hogy már pedig én fogok nyerni. Nekem az a meggyőződésem. Tehát ennyi. És ez terhet jelent, ez plusz terhet jelent, ez elveszi a bravúrnak a lehetőségét adott esetben, ugye, mert hát ez volt az elvárás. Tehát igazából ennyi, ennek csak egy, én úgy gondolom, ennek csak egy pszichológiája van, tehát semmi több. És nekem, tehát velem közölt először ezeket Kubatov Gábor, én elmondtam, hogy ez a bajom ezzel, de nyilván a döntés az övé, tehát ő a főnökünk. Jó, szerintem fogunk még beszélni a Fradiról meg a Final Fourról, de most ha már tényleg a esztergomi képet húztad, akkor térjünk vissza ide a Tuna túlpartjára. Szakmailag te mit kaptál ettől a pár hónaptól, amit itt eltöltöttél, hiszen ugye egy elitedzőről van szó, aki a világ élvonalában meccselt, most viszont itt vagy az NB1-ben, talán picit másképp kell bánni ezekkel a lányokkal, más célokat kell kitűzni. Nagy ugrás ez? Én úgy gondolom, hogy az ember az maga ugyanolyan. Tehát az emberekkel nem kell másképp bánni, mint ahogy a Tomori Zsuzsiékkal kellett. Tehát én általában őszinte vagyok, és olyat még egy játékosom sem hallott, hogy én negatív kritikával illettem a hátam mögött, és a szemébe ezt nem mertem volna neki megmondani. Nem is vagyok ennek a híve, meg én azt gondolom, hogy megmerem mondani nekik, még a legnagyobbaknak is. Általában, hogyha én már valakivel nem beszélgetek, tehát egy játékos az én csapatomban akkor érezheti magát biztonságban, hogyha szemébe bántom. Ha én már nem piszkálom, meg nem beszélek vele, akkor neki már rossz. Tehát helyek közel én így gondolom. Nem kell velük másképp bánni. Egy nagyon-nagyon kedves, aranyos csapattal dolgozom. Nyilván egy B1 döntős csapattal nem lehet összehasonlítani a tudásba, meg edzettségbe, meg tapasztalatba és egyéb dolgokba. De én nagyon szeretek velük dolgozni. Bizonyos szinten másképp kell. Tehát eleve nincs annyi edzés lehetőségünk, eleve ők munkából, iskolából jönnek, tehát azért nem olyan frissek az anyag a délutáni edzéseken. Eleve több az életükben a probléma, mint egy profi játékosnak. Úgyhogy nyilván tehát itt egy kicsit másképp kell dolgozni, de igazából amennyire lehet, én próbálok ugyanazon a szinten dolgozni, mint ahogy az elmúlt években. Nyilván mindent nem tudunk megcsinálni, pontosan azért, mert azért vannak korlátaink. Tehát szűkebbek a korlátaink, mint egy világ egyik, vagy Európa egyik legjobb csapatának. Meg egy gyors kérdés ezek a miakról. Mi a cél? Zoli, mondhatom?
Oké. Ebben az évben nyilván szeretnénk ezt az előkelő helyet tartani a másodosztályban, a következő évben egyértelműen szeretnénk feljutni, utána megszilárdítani a helyünket, és utána elindulni a nemzetközi kupa irányában. Tehát ezek a céljaink, és ez körülbelül ebben az ütemben is. És ez nem túlzott teher, tehát ezt én mondtam ki, és azt gondolom, hogy megpróbáljuk. Hogyha az a támogatás, ami most pillanatilag rendelkezésünkre áll, és az a lelkesedés, és az a mérhetetlen szeretet, amit mi kapunk ettől a várostól, meg itt az itt élő emberektől, ez megmarad mindegyik, akkor én azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Legyen így, szurkolni fogunk. Köszönjük szépen. Kérlek, Gábor, egy számra bök rá ismét. Van még idő, ne aggódj, nyugi. Golovin Vladimir, fölvehetem. Egyébként tényleg, de most nem veszem föl. Üdvözöljük. Ötös? Hát az ötös. Aha. Tényleg nem látod? Bocsánat. Nem, rájátszok, érted, mert büszke vagyok rá, hogy vak vagyok, érted. Szeretnék az lenni, de nem lehetek, érted. Na, nem vagyok tisztelettel. A futballcsapatot látod, a Ferencvárost, úgyhogy kicsit a... Köszönöm szépen a segítséget. Dibusz Dénes, Szami Mai. Nagyon kérdezik. Tudom, Ancsin Szajlai Hudák. Az én székem is esik szét. Hát ez a minimum, amit itt művelsz. Na, az lesz a témakörünk, hogy a foci, tehát a Fradi többi szakosztálya, van az a mondás, hogyha a focinak megy, akkor a többi szakosztálynak is megy. Ezt mint ott a Fradi kézilabda csapatának vezetőedzőjeként is érezted, vagy így volt ez? Hát elközben szinte azt gondolom, hogy a Kubatov Gábor érában én mondtam ki. Tehát, mert utána ezért voltak is surlódásaim. De mesélj. Nyilván én nagyon-nagyon, de hogy mesélek, neked semmit nem. De akkor miért mondod ki? Neked semmit nem. Az ő cukoljalak, érted, provokáljalak. Én nagyon-nagyon régi motoros vagyok ennek a klubnak, tehát úgy, hogy nyilván 2007-től dolgoztam itt, de hát előtte én itt nőttem föl, ismertem mindenkit. Nyilván a Németh András érában az édesapám ott dolgozott, hogy ott volt az András, mert tehát nagyon sok információval rendelkeztem, és általában mindig azt lehetett mondani, hogy amikor a futballnak jó, akkor jó a többi szakosztálynak is. Amikor a futballnak nem jó, akkor általában nem jó. Ha azt megkérdezett, hogy miért van, nem tudom. Ez a válaszom, fogalmam nincs, hogy miért van ez így, de a tapasztalat ezt mondatta velem, és ezeket én többször láttam, többször élhettem meg, vagy szurkolóként, vagy már vezetőként, és én ezt tartom is, hogy igen, a Ferencváros az elsősorban futballklub. De mennyire... Nem tudom, mennyire érzi magát ilyenkor másodhegedősnek, nem az ember, hanem a szakosztály, például sem mondjuk ennyire. A nőik is. Semennyire. Egyáltalán nem zavart ezt. Én azt gondolom, hogy mi a Ferencvárossal, és nem csak mi, hanem már a Németh András érában is, előtte is, tehát a második számú, figyelj, megígérem, hogy nem röhögök, az ledül alatt. De nézzétek meg, Poki! Na, ügyes. Az a baj, Gábor, hogy ha alattam remeg, akkor, na, érted? Meg vagyok. Próbálom megérteni, de nem értem. Szóval, na, másodheged is. Nem, tehát most nyilván az a női kézilabda, amelyik egész Európában mindenki a mi közönségünket irigyelte. Mindenki, tehát ide jöttek játékosok, Andrea Lekic, Dragana Cvic, Beatrice Edvics, és mindenki el volt ájulva attól, ami itt van. A közönségtől, tehát miért kellett volna nekünk bármit is irigyelni? Tehát mi tudjuk a sportágban a helyünket, tudjuk ennek az egész sportágnak az Európában, világon történő helyét, és ahhoz mértem, mi baromi jó helyen voltunk. Sőt, megkockáztam az egyik legjobb helyen, mitől kellett volna nekünk. Tehát az a normális. Tehát ha megnézzük, hogy a futballt hány országban játsszák, és a kézilabdát hány országban játsszák, akkor azt gondolom, még mindig felénk billen a mérleg. Úgyhogy tehát nem lehet a futballal versenyezni. És az, aki ezt megpróbálja, bármilyen sportágban Magyarországon, de szerintem egész Európában elmondhatjuk, az öngoltrúg. Picit beszélgessünk az ifjú Elek Gáborról, amikor még gyermek voltál, ugye nyilván itt nőttél fel a ferencvárosi kézilabdázók között, meg ugye játszottál is az utánpótlásban, és tudom, hogy a futballcsapatot is követted. Mik az első emlékek, melyik az a csapat a focistákhoz? Hát a Nyilasi Tibi féle, tehát ez a, ugye általán borzasztóan Szokolai Laci, Ebedli Zoli bácsi, ugye
Tehát nekem az volt a legnagyobb szerelem. Hm. Valamint utána a Novák Dezsőnek a BL csapata, tehát a Lipcsé Peti, pontosan a Lipcsé Peti abban nem játszott, abban nem. De annak a korosztálynak a csapata, a Flóriek, tehát az, az nekem, ez a kettő volt a legnagyobb szerelem. De hát a Nyilasi az nekem a mindenek felett volt, és ráadásul ugye abban a helyzetben voltam, hogy, hogy nyaralhattunk közösen vele, ugye a Ferencvárosnak volt üdülője Balatonon, és ott a Tibivel, aki rá, én voltam 6-7 éves, és a Nyilasi Tibiről nagyon, lehet, hogy sokan tudjátok, de, de egy mérhetetlen gyerek, bolond, és nem, nem tudtunk tőle olyat kérni, hogyha pingpongozni, akkor pingpongozni, ha focizni, focizni, ha csónakázni, akkor odavitt minket, tehát egy elképesztő ember a Nyilasi Tibi, és mondom, hogy, hogy hát aztán ezek után nekem is, de hát nem volt olyan mérkőzés, ami a ugye hát akkor még nem Albert Stadionnak hívták, de ami a régi Albert Stadionban játszódott abban az időszakban, tehát a szüleim is ott voltak minden mérkőzés, értelmszerűen vittek magukkal, tehát nekem a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy ugye nagybátyám Rottermel Ádám az Újpestnek volt válogatott kapusa. Nem akartam rákérdezni. Ne, én az Ádámot nem fogom megtagadni soha, csak hát az egyesületét, tehát ezt mindig elmondom neki. És tehát az egy olyan világ volt, amikor én 5-6 évesen besétáltam az Újpest öltözőbe egy Fradi Újpest előtt, és ott a törőcsikékkel közöltem, hogy kaptak egy 10-est, és kísértáltam. Majd ugye ez azért volt egy nagyszerű mérkőzés, mert az Újpest az Ádámnak valami parádés teljesítményével 3-0-ra nyert. Tehát én a legfős szobába, a Csanádi teremben bújtam el, de megtaláltak sajnos, úgyhogy kaptam a pofámra. Nézzük meg a kettest. Mit szólsz? Az a négyes. Ha nem képzeled. Jó. Jó. Nézzük akkor... a kettest, hogy tehát a műsorod. De jó fej vagy. Köszönöm szépen, Gábor. Nagyszerű kép. Nem, hát itt a legbüszkébb a játékosaim erőállapotára. Tehát nagyszerű fizikai felkészítés volt ez a mérkőzésen. 2015 szerintem a bajnoki döntő Győr, én ott szóltam én nekik, hogy soha többet meg ne próbálják, mert nem ér ennyit, hogy megsérüljenek. Aztán szerencsére meg kellett még próbálni, később majd arról össze, most maradjunk. Igen, 2015-ben járunk, amikor ez a kép készült. Ugye bajnoki döntőt rendeztek, akkor az első meccset egy heroikus csatában nyerte meg otthon a Fradi, egy bizonyos Szucsánszki Zita 14 gólt lőtt, utána az edzője biztos lecseszte még akkor is. Nem? Hát nem lettek volna hetesek, a 15-öt lőttek. Igen. Ez egy 7 méteres párbajba dölt el. Nem, az, az fantasztikus meccs volt. Óriási meccs volt, és ugye a visszavágót pedig nyilván a Rába partján rendezték. Hozzáteszem, az Audi Arénának az első bajnok avatása volt, tehát ez mindenképpen, mindenképpen örömteli volt, hogy mi avattuk az Audi Arénába az hát első és az egészet, egészet úgy, hogy 18 és fél éve nem nyert a Fradi Győrben az előtt. Hogy indul? Emlékszel arra, se... hogy indultatok oda neki? Ez egy nagyon, ez volt a talán az egyik legnehezebb évem a Fradi kispadján, tehát ugye ez úgy indult, ez a 2015 májusában volt ez a mérkőzés, 2014 szeptemberében Lipcsébe egy kaotikus BL-selejtező mérkőzésen kiestünk. Na ez volt a másik olyan eset, amikor én nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy szabad ezt csinálnom tovább. És ott utána végül is azt gondolom, hogy egy teljesen olyan évünk lett, ami ugyan még az akkori Bivaly erős Mikjeland, aki meg is nyerte a kekket, kivert minket a kekbe az elődöntőbe, de igazából bajnokságban szinte végig tudtuk darálni az évet. De azért a nemzetközi kupa elment, a bajnoki címbe úgy nagyon nem hittünk, és ott úgy alakult az egész, hogy ott hazai pályán tényleg egy fantasztikus meccs, hogy a bajnoki döntő első mérkőzése, meg tudtuk verni az Etót 7 méteresekkel. És ugye ez pár napra rá mentünk vissza Győrbe, ez két győztesig tartott, tehát félház, háromnegyedház volt az Audi Arénában, mert ő úgy voltak vele, hogy majd a bajnok, tehát a második meccsre jönnek bajnokot avatni. Én ott egyet mondtam a csapatnak, hogy egy esélyünk van, ezt a mait megcsináljuk, mert hogyha vasárnap játszani kell, akkor ők a bajnokok. Igen. És körülbelül ennyit beszélgettünk erről az egészről, és egyet kértem tőlük, hogy próbálják meg élvezni. Mert ez egy olyan lehetőség, amit élvezni kell, nem összetolni magunkat, nem bestresszelni tőle, hanem élvezzük, mert azért rengeteg sok kézilabdázó ezért a meccsért kezdett el kézilabdázni, és nagyon-nagyon sokan cserélnének velünk, hogy egy ilyen mérkőzést játszassunk. És Tomasevics nagyon-nagyon jól védett, ezt tudom, és egyébként ez a mérkőzés még egyről volt nagyon emlékezetes, tehát az igazi hülye edző, amikor fél perc a vége, időkért egy gólos vezetésnél, és mondja, hogy egyet nem lehet kapura lőni. Onnantól kettőt lőttünk. Passzívnál fölöljük a p***t.
a lelátóra, hogy ne tudjanak gyorsan indítani. Így, ez is egy idézet volt. Igen, erről volt szó, hogy kapura lövés nincs, ha passzívan fölöljük a... Hova? Fenébe. Fenébe a lelátóra. Elek Gábort nem láttuk könnyezni, amikor elhagyta a Ferencvárost, ugye a Final Four-nál se. Itt 2015-ben viszont igen. Ez egy nagyon kaotikus, hogy ilyen, hát nem is tudom, tehát annyi minden kavargott akkor bennem, hogy az nem vagyok egy sírós alkat, nem vagyok egy ilyen mások előtt könnyezős alkat. Hát itt így jártam, tehát ez nem tudok rá más mondani, nem tagadom le, nem szégyelem, akkor ez volt. Ennek a képnek az a tematikája, hogy a bajnoki címek, a nagy sikerek, úgyhogy itt elengedhetetlen, hogy beszéljünk egy picit a Győr elleni párharcokról. Ugye ne azokról a meccsekről beszéljünk, ami az éra elején születtek, azokat hagyjuk, bár nyilván ez volt egyszerűen. Nem voltunk ott egy kávéházba, tehát ez egy teljesen más. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az utolsó 5 Fradi Győrből 4-et a Ferencváros nyert, kicsit tágítjuk 10-ből 5-öt, szóval... Az 5. az zavar nagyon. Itt a vége felé igazi mumusa lett a Győrnek a Fradi. Ez csak is kizárólag azért, mert hogy sikerült ennyire erősíteni a Fradi keretét, vagy valamiféle emocionális, szívbeli dolog is közrejátszott? Nyilván minden közrejátszott, és volt még egy nagyon fontos dolog, hogy a Győrnek ebben az időszakban szerintem nem, talán az utolsó év kivételével, amikor Amagrosz megérkezett, nem volt erős átlövősora. És ezt nagyon ki lehetett használni, hogy olyan védekezési stratégiát választani ellene, amivel ezt meg lehetett csinálni. Hát jó, de attól függetlenül a nemzetközi porondon nem nagyon kapott ki a Győr, szóval a Fradi volt most a mumus. Erre jó, hát oké, de... Jó, most dicsérlek. Ja, ez az. Mi lesz, amikor szitsz? Tehát nagyon sok olyan mérkőzést látok tőlük még a mai nap is, de akár egy magyar-norvég válogatott mérkőzést most a közelmúltban, amikor... Tehát a Stina Oftedát 10 méteren kergetni az egy teljesen érte. Az olyan, mint hogy én futnék versenyt a Usain Bolttal, hülyeség. Tehát nincs értelme. Tehát őt be kell keríteni, és ezek szépen megvoltak. Tehát onnantól, hogy az Andivár Dámorom egy kicsit... és mondjam, lelassult, már nem volt annyira dinamikus, meg talán annyira erőse, onnantól tudtuk mi őket megkapkodni, úgyhogy ezeket meg... Ez nyilván minden egyes ilyen mérkőzésen, amiről te beszélsz, hogy győzelem, ehhez kellett egy extra kapus teljesítmény. Ezzel tudtunk meg segíteni a kapusoknak, hogy bezártuk a védekezést, és igazából zászlóra tűztük azt, hogy bejátszás, betörés nincsen. Lőjenek szélről, lőjenek átlövésből, és még úgy is, hogy mondtam, hogy legyenek türelemmel, mert az elején még fognak lőni a Veronika Christensen is, meg bele fog lőni a Stina Oftedal is, még ugye a koreai Ryu is még egyet el fog vállalni. Mondom, de ha ég a ház, ezek már kintről nem fognak lőni. És ha megnézed, minden mérkőzésünk ilyen volt, hogy a végjátékből ők már nem lőttek kapul, és ott szépen ezeket meg lehetett nyeregetni. Nyilván ez szerencse is kellett, de tehát ennyi volt az, ami a taktika része volt ezekben a győzelmekben. Nyilván arról nem mérő, te beszélsz, ez a 33-20 vagy 31-20-as mérkőzés tavaly Győrbe, ott az úgy volt felépítve, hogy annyit kértem, hogy az Anak rosszra föl kell menni és ütközni, és nem hagyni fölugrani sem. Tehát azt be kell áldozni, nem csináltuk meg. A Magyar Kupa döntő megcsináltuk. Ez volt a különbség. Hát Anak rosszra meggyőtt vajunk más csapattal is, igen. 2015 bajnoki cím, 17 Magyar Kupa, 18-ban ugye egyetlen góllal elúszó aranyérem, bocsánat, hogy ezt megemlítem, nagyon fáj nekünk is, 20-21 bajnoki arany. Az arany. Fáj nekem is a legjobban egyébként, az fáj nekem, bocsánat. 22 kupa győzelem, szintén csak rosszabb gólarányjal bajnoki ezüst, aztán 23-ban kupa győzelem, és Final Four, hát ez azért egy elég emelkedő év, hogyha kicsit kívülről nézzük, akkor nem nagyon értjük ezt az edzőváltás dolgot. Nézd, januárban leültem a vezetőséggel, és elmondtam, hogy 2024-ben lejár a szerződésem, és nekem muszáj megállnom, mert nem, tehát ugye van egy 4 éves gyermekem, akinek igen különleges igénye, hogy felneveljék. Tehát ezt én szerettem volna, és éreztem, hogy nem bírom. Tehát élvezem a munkát, szeretek dolgozni, de egyszerűen az ezzel járó stressz az már olyan szinten őrült föl, hogy én annyit kértem, hogy 1-2 évet muszáj megállnom, vagy másképp dolgoznom, vagy másba dolgoznom. Tehát, mert az, hogy éjszakákat nem alszom, nem tudok elaludni, hajnalba fölébredek, és rengeteg sok ilyen dolog, tehát ami ezzel jár, az nekem most nem fér bele az életembe. Hogy ez ennek volt köszönhető, vagy valami másnak, én
Én nem kérdeztem rá, nem mondták el nekem, de elfogadtam. Tehát én amikor ezt megbeszéltük a Gáborral, és mondtam, mert nagyon rosszul érezte magát, ez látható volt, és mondtam, hogy figyelj, de amikor én elkezdtem edzősködni, tudtam, hogy ez el fog jönni ez a pillanat. Tehát ne érezd magad ettől szarul. Mondom, a te dolgod az, hogy döntsél. Az enyém meg, hogy elfogadjam ebbe a helyzetbe. Ennyi. És ez tényleg nem fordult meg a fejedbe, ugye azt nyilatkoztál egyébként, hogy ugye a 23-as Magyar Kupa döntő előtt egy héttel tisztázódott az, hogy hogy lesz a forgatókönyv, hogyha minden igaz, hogy lesz bejelentve, mint hogy mit tudom én, és ők elmentek és megnyerítek a Magyar Kupát, aztán túlrágja magát. Egy nappal előtte beszéltünk a Gáborral, igen. Tehát ugye szombat-vasárnap volt a Magyar Kupa döntő, pénteken délután beszéltük ezt meg. Az ott nem volt egy kellemes, tehát az ott nagyon... Én egyet kértem, hogy a Metz visszavágóig nem mehet ki senkinek, és a csapatnak sem. Tehát ezt, hogy helyek közel be is tudtuk tartani, nyilván Magyarországon élünk, tehát mindig zörög valami, és mindenkinek van egy biztos információja, de én úgy gondolom, hogy ezt elég jól meg tudtuk oldani. Az világos, csak hogy a te fejedben, után összejött ez a Magyar Kupa, aztán összejött a Metz elleni bravúr, és még az egyébként az elődöntő is, bár nyilván ott már bejelentettétek, hogy vége. Nem fordult meg, hogy basszus, mégis maradok? Hát most hogy megy ez a csapat meg ez az egy év? Töltsük ki. Én... Nem lettél éhes újra? Nem. Nem, tehát nyilván ott azokban a pillanatokban, tehát persze minden másképp állt az ember, de összességében nem. És én úgy gondolom, hogy az elnök úr is van annyira komoly vezető, és azt gondolom, ezt nagyon sok helyen bebizonyította, hogy tehát 3 hét után nem tudhatunk 2 döntésből egyikünk sem. Úgyhogy ez ennyire egyszerű, tehát ezt ha deklaráltuk, akkor ennek így kell lenni. Bármelyikre ráböghetsz, 4-es, nagyon jó. Edzői stílus, taktika, kritikák. Ez a főkedő a szerintem közel az a... Lehet. Nem az, mert a szerelésből láttam, hogy nem az. Igen, ez egy korrekció. Én erre borzasztóan egyszerűen, tehát engem nagyon sokat vádolnak, hogy hogy beszélek, hogy miket mondok. Tehát 2 dolog. Az egyik az, hogy én mindig az egyéniségemet viszem bele az időkérésbe, tehát erre szoktam azt mondani, hogy a Micimackónál játszom Hamletet, tehát ez borzasztóan állna nekem, hogyha én ott szép kerek mondatokban az a kérésem, és nagyon megkérlek, kedves Harrym, hogy így csináljuk, úgy csináljuk. Én nem ez vagyok. Ez az egyik. A másik meg az, hogy egy időkérés az egy borzasztó speciális dolog. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy nálam jobban, tehát mindenki tud nálam jobban időt kérni, tehát főleg olyanok, akik még életükben nem csinálták, de ott az, hogy milyen üzenetet, hogyan juttatsz el a csapatodhoz, az csak te tudod. Tehát én az életben nem merném venni a bátorságot, hogy bárki, bármelyik edzőnek az időkérését véleményezzem, mert fogalma nincsen arról senkinek, hogy mi milyen kódnyelven beszélünk, hogy mi mit jelent. Ugye borzasztó sokan kérték tőlem számon, hogy miért nem rajzolok ott az időkérés, meg mágnestában, amit tudom. Én nem ott rajzolok. Én előtte 2 napig a videóteremben rajzolok, tehát ott csak föl kell elemíteni, hogy akkor azt próbáljuk meg lejátszani. De egyébként ez megint azt mondom, hogy ez kinek mi a stílusa. Tehát nekem nem ez vált be. Én úgy gondolom, hogy persze nyúltunk már mellé, ezt a tavaly előtti Brest meccset soha nem felejtem, amikor ráragadtam apám olyanra az a rohadt időkérő lap, és nem találtam, és hogy tényleg 5 perc vagy 8 másodperc volt hátra. Tehát játékosost hagyott már ki hibát, játékvezető is tévedett, ez az én hibám volt, föltettem ért a kezemet, és körülbelül ennyi, soha az életben nem állítottam magamról, hogy tévedhetetlen vagyok. Szerinted mi jelenleg Gábor titka az, hogy 15 évig ott tudtál lenni egy ilyen csapatnál? Mi az a pici, vagy talán nagy, ami kellett hozzá? Az, hogy én mit gondolok erről, nem tudom, hogy mit gondolok erről. Az, hogy a játékosai mit gondoltak erről, azt meg tudom mondani, mert volt egy játékosom, aki azért nagyon közel állt hozzá, nem az Izi, tehát... Zsuzsi. Zsuzsi, így van. Nagyon jól tudom. Tehát, szívesen. Én tudtam, csak nem akartam elmondani. Ja, nem a Zsuzsi. Oda jöttek hozzám, hogy neked az a fő erősséget, hogy valahogy eléred, hogy meghalunk, érted. És nagyon jól esett ez a vélemény, és nyilván a Zsuzsit soha nem fogom megtagadni, az egyik kedvencem, főleg az emberi oldaláért, de játékosként is egy csúcs volt. Edvics tényleg fél tőled? Igen, ezt mondta, hogy ő csak azt látta, hogy nem értette, hogy lett valaki ennyi időn keresztül, aki így viselkedik a játékosaival. És a harmadik héten odajött, hogy most már érti. És a mai napig, most például tehát itt különböző alkalmakra azért fölköszönt, gyerekkori képet talált rólam, elküldte nekem, tehát ilyen a kapcsolatunk. Edvics egy nagyon-nagyon speciális és jó ember véleményem szerint.
neki a legfontosabb az életében, hogy tiszteljék. Aki megadja neki a tiszteletet, annak ő háromszorosan adja vissza. Most nyilván itt nem kell neveket mondani, mert őket is kellemetlen helyzetbe hoznánk, de mondjuk a tavalyi keretnek hány százaléka az, akivel akár egy SMS szinten vagy telefon szinten tartjátok a kapcsolatokat, hogy gratulálok, szép volt Gábor, vagy nem tudom, hogy te írsz-e nekik mondjuk akár egy győzelem után. Nem. Tehát én egy valamit megfogadtam, mindenki megtalál, aki akar, de én senkit nem zaklatok, tehát ez az éra elmúlt, és én nem szeretnék, tehát se olyan válaszokat kapni, amire nem vagyok kíváncsi, se olyan sebeket adott esetben föltépkedni, ami meg senkinek nem hiányzik. Aki meg akar, az meg tud engem találni. Most nemrég volt a születésnapom, nagyon sok üzenetet kaptam tőlük, és nagyon jól esett, de nem, tehát én a Ferencvárosnál senki felé nem indítok hívást és üzenetet. Csak a munkáról van szó, tehát az egy más történet, de ilyen baráti hívásokat én nem indítok meg. Azon gondolkodom, hogyha az NG rád azt mondta, hogy autista, akkor ott az időkérésnél, ami grimasz kapott az Albert, nem tudom, hogy rá mit mondhatod, erre nem kell válaszolnod, meg ne is jogájra kérlek, csak arra vagyok kíváncsi, hogyha tudsz egy kívülről ránézni, mi nem működött szerinted ebben az Albertsen Ferencváros kémiában? Tehát nálad kevés provokatív ember van a földön, komolyan mondom. Amúgy én is utálom magam, mert... Joggal. Igen. Adjatok már valami erősebbet. Kívülállóként erről nagyon nehéz mit mondani. Tehát nagyon-nagyon nehéz erről mit mondani. Várj, akkor provokálok még, mert hogy ez gyakorlatilag még Elek Gábor, ez még Elek Gábor csapata, tehát nyilván nem könnyű neki odajönni. Valószínűleg ez is belejátszik. Tehát én nagyon sokáig nagyon sajnáltam őt, tudod, mert tudtam, hogy mibe megy, és tudtam azt, hogy ez azért egy rendkívül jó emberekből álló, de nem könnyű csapat. Tehát nagyon-nagyon jó emberek, ha melléd állnak. És igazából azt nem tudod kitalálni elsőre, hogy ők éppen milyen testhelyzettel fogadnak téged, vagy éppen hogy alakul ez az egész. Én sajnáltam a Martin Albertsent, de nyilván, tehát ilyen az edzői szakma. Tehát ezt tudni kell, hogy meg kell oldani, kezelni kell. Nem tudom, hogy pontosan mi történhetett ott. Egy biztos, hogy nem volt jó kép. Ennyi. Ne tovább nem veszed bele. Nem lenne érdemű, hogyha kérdeznék. Kérdés? Hubert Sebastian, ülői 129.hu. Abszolút ettől teljesen függetlenül. Megnéztem a meccsen, ahol... És nagyon szépen hangzik ez, hogy elmondtad, hogy a kisebb stressz, meg a mit tudom én, de hogy itt egy másodosztályú meccsen ugyanazt az Elek Gábort láttuk, ugyanabban a finoman megfogalmazott véleményeket, és elsősorban, hát nyilván a Fradiból is kiemelkedett sokszor az izé, de hát innét aztán még két. És mégis ő kapja a legtöbb szidást most is, hogy valóban úgy érzed, hogy egyrészt, hogy sikerült ebből visszamenni, kettő, hogy honnan van ez a hihetetlen alázat a kézirata iránt, hogy mondjuk meg maga iránt, a sport iránt, vagy meg a munka iránt, hogy egy másodosztályú meccsen is egy Final Four után pár hónappal egy ilyen hozzáállást tudsz mutatni. Nagyon köszönöm, mert ebbe bele volt fűzve egy véleményemből a kérdésbe, és tényleg nagyon köszönöm. Nekem nem nincs különbség a BL döntőm, meg az Esztergom hajdulálás mérkőzésnek tehát múlt héten, két héten játszottunk itthon, és valaki mondta, hogy nem volt hangos bemondónk. Nem vettem észre. Tehát én élek a mérkőzésen, élek a játékkal, és az adott mérkőzésből maszlak, meg nagy szavak, meg sztereotípiák, amiket válaszolok, de nem tudok más mondani, én nyerni szeretnék. És minden körülmény között nyerni szeretnék, bolond vagyok. Tehát erre nem került sor, hogy erről beszélgessünk. De most több mint 10 éve élünk együtt Zizivel, az első 3 hónap kivételével semmit nem játszunk otthon. Mert abból 10 percen belül összeveszés, vagy... Tehát volt már olyan, hogy haigálás volt. Tehát ő is egy győztes alkat, én is vagy egy győzni szerető alkat, én is, és a családi béke érdekében nem játszunk otthon semmit. Úgyhogy mind a ketten nagyon szeretünk, de az biztos, hogy 10 percen belül összeveszünk. Ez ilyen. Az Zizitől meg nyilvánvaló, tehát amikor, ha két hónap után pár játékosom nem érte, hogy én mit mondok, az valahol elfogadott és törvényszerű. Az Zizitől nem.
Tehát ő neki azért ezt tudnia kell. Mert az elmúlt 15 évben is ezt hallgatta, ezt a barmot. Tehát legalább a 16. évben értse már meg. Tehát ennyit. De nem ő tudja, hogy miért meg. Tehát ez kívülről látszik úgy, hogy úristen, a barom állat, hogy beszél az asszonnyal. Tehát szerintem sokan, egyébként szerintem sokan ügyelnek. Ez is a mi hibánk akkor utána. Van még kérdés? Hogyha nem... Köszönöm a kérdést, mert ez egy nagyon jó kérdés. Két ilyen szituáció volt a tavalyi tavaszunkon. Volt egy, ugye az előbb már említett Győr 31-20-as, április 1-én és április 21-én, 22-23-án játszottunk egy Magyar Kupa döntőt a Győrrel, ami szintén nem egy nagyon nagy távoli időszak. Itt pedig egy hét telt el. És nagyon sok minden készülünk egy ilyen mérkőzésen. Tehát itt le vannak bontva emberekre, le vannak bontva csapatrészekre, le vannak bontva csapattaktikára az egész. Előre, hátra, ide-oda, amoda. És ilyenkor azért jó, hogyha két mérkőzést lehet egymás után játszani, mert készülünk valamire, így kéne megoldani, úgy kéne megoldani, amúgy kéne megoldani, majd szembe jön a valóság. És akkor ezt rögtön lehet elemezni. Ugye én telerajzolok ilyenkor 6 oldalt egy ilyen rajztáblán, egy úgynevezett flipcharton, és csak vissza kell lapozni a gyerekek, nézzük meg, ebbe mit tudtunk megcsinálni. Ez az én hibám. Mondom, ezt nem kellett volna nekem. És ezt így szépen lehet elemezgetni. És mind a két mérkőzés olyan volt, hogy aztán a második mérkőzésre, ugye a Győr után is a Tatabányán a Magyar Kupa döntő Győrt, azt magunk javára tudtuk fordítani, és a Metz mérkőzésből is. A Metz mérkőzésen egyébként egyetlen egy dolog volt, hogy felejtsen mindenki azt, hogy 6 góllal kikaptunk, egyetlen egy céllal megyünk ki Metzbe, hogy megnyerjük a mérkőzést. Az a célunk. És ha nyílik egy kis rés a pajzson, akkor bevetődünk. Szó szerint ez volt kimondva, de mondom, akkor nézzük meg, hogy mi volt a kérésem. Hogy építettük fel az egészet? Tehát támadás taktikában, hogy középről jobbra kézilabda, ott gyenge a Metznek a védekezése. És ott a Ketinek és az Engine-nek, tehát a Malensteinnek és a Kluibernek be kell férnie. Valamint, hogyha túltolják, tehát túltolódik ez az egész, abból a kontrajátékokból viszont a Márton Grétának és a Bölknek. Tehát ennyit kellett volna megoldani. Az első Metz mérkőzésen a Ketinek megvolt a két helyzete, mind a kettőt kihagyta ott a kiszorított helyzetbe, sőt talán hármat is. Az NG a 20. percben lőtt az elsőnek kapura. Az volt az első kapura lövése, fölállt védekezés ellen. És akkor ez ilyenkor borzasztó jó, hogy szembe rakni velük, hogy tessék. Keresd vissza, hogy hány gólt lőtt a Malenstein meg a Kluiber a második mérkőzésen. Segítek, a Malenstein 9-et, a Kluiber 8-at. Tehát mondom, jó, ebbe az NG-nek volt hetese is. De másképp nézett ki. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az edzősködés ez olyan, mint a sakk vagy a PlayStation, hogy ülsz és akkor irányítgatod a bábukat. Vagy így rakosgatod a királynőt, csak hát mondom, a zöld királynő nem mindig úgy megy, ahogy én akarom. Saknál a ló az elalakba megy, mindig úgy fog menni. Itt meg múlt héten elalakba ment, itt meg a futóhelyén rohangált. Tehát emberek játsszák. Tehát ez sajnos nem olyan. És hogyha itt kell azt elérni, hogyha egy csapat úgy összeáll és borzasztóan nyerni akar, akkor ő ebbe is jó lesz. Akkor megpróbálj megcsinálni, ha ez sikerélményt ad neki, az emeli, az már önbizalmat ad, és így lehet egy Metz mérkőzést megnyerni. Plusz egy Bíró Blanka jött a fél időbe, és nem kapod gólt. Ez nagy segítség volt. Nem tudom, észrevettétek, hogy 50 perc kellett, hogy Gábor megdicsérjen egy kérdést, úgyhogy köszi szépen. De tiédet? Föl vagy véve, nem az enyém. Jó, ez megnyugtat, nem hibáztam. Ha van még kérdésetek, szóljatok ám nyugodtan. Nem tudom, nekem kitart. És ez volt a rosszabb állítólag. Taft meg mindig. Van kérdés? Mert hogyha nincs, akkor nekem van egy azt a kutya mindenit. Mondjad. Parancsolj, nem, tényleg nyugodtan. Ne, Balázs, ne. Na mondja. Egyelőre nem úgy terjed ki, ahogy én szeretném, de az első lépésben nekünk a felnőtt csapatot kell eljutatnunk arra a szintre, ahova szeretnénk. Utána lehet építgetni a többit, nyilván vele párhuzamosan is.
Én tettem ígéreteket, hogy edzőképzés, ebből egy volt. Utána be kellett kapcsolódnom itt a határon túli dolgokba, ebbe, abba, amabba. Nem mondtam le róla. Első lépésben a felnőtt csapatot kell olyan szintre hoznunk, hogy utána lehessen építeni rá. A tervem az, hogy egy ilyen térségi akadémiának a megvalósítása, ami Esztergom központtal, de feltétlenül úgy, hogy a környező településeknek a kézilabda kultúrájába benne hagyva. A Magyar Kézilabda Szövetség egy pár évvel ezelőtt kitalálta ezt a határon túli kézilabda akadémiákat, ami egy zseniális ötlet, tehát hogy a fő gondolat benne az, hogy ne vigyük el a téglákat a falból. Tehát magyarul hagyjuk ott a gyerekeket, és vigyük oda a tudást, idézőjelbe, az infrastruktúrát, az egyéb dolgokat, hogy ott a saját helyükön, a szülői közegbe, a családjuknál tudjanak ők fejlődni megfelelő módon. Nyilván ennyi pénzzel soha nem lesz az Esztergomnak, hogy egy ilyet megcsinálson, de ezen a gondolkodáson szeretnénk mi menni, úgyhogy minél jobb feltételeket, lehetőségeket, tudást, gondolatokat, közös gondolkodást megteremteni itt ebbe a Hernádi Ádám polgármesterről szoktam mondani, hogy 130 000-es régióba. Ez egy nagyon-nagyon nagy célom lenne, de még egyszer mondom, az első most az, hogy a felnőtt csapattal el kell oda jutnunk, ahova szeretnénk, és utána lehet majd erre a bázisra fölépíteni. Egyelőre az, hogy mi az NB1B-be harmadik helyen vagyunk, az egy borzasztó jó dolog így az eltelt idő függvényében, de ez még olyan marha vonzó nem lesz a gyerekeknek. Ehhez előbb el kell jutni oda, hogy ők nagyon szeretném megélni rövid időn belül, hogy kicsi legyen az esztergomi csarnok, hogy verekedjenek ott a jegyekért, hogy a gyerekek tülekedjenek, hogy bejöhetnek. És most is nagyon szép nézőszámot. Nagyon, tehát álmaimban nem gondoltam volna, de ez még egy idő lesz, amíg oda eljutunk. Én azt gondolom, hogyha így fejlődünk, ahogy eddig, akkor ez gyorsabban meg lesz, mint ahogy én gondoltam, de akkor lehet igazán ifjúságot nevelni, amikor példaképek, célok, kimenete van az egésznek. Azért nem tudok bizonyos akadémiákba úgy hinni, aminek nincs kimenete, hogy az jó. Nem megsértve senkit, mindenki ért, hogy mire céloztam. Még esetleg kérdés? Sebastian? Ha másnak nincs, szívesen. Nekem még lenne, de hagyjad. Hát neked. Inkább te. Hogy te beszélsz a klubról, Fradiról, az tükröz egyfajta hozzáállást. Az, hogy mondjuk egy ilyen csodálatos helyen Budapestről, Ferencvárostól távol ennyire összegyűlünk, és itt vagyunk, ez is tükröz egyfajta hozzáállást. Te ebbe születtél vele, de mi a Fradi titka? Mitől más ez, mint bármelyik más egyesület itt a Kárpát-medencében? Ha van egyáltalán ilyen titok? Én úgy gondolom, hogy erre nincs válasz, erre érzések vannak. Ültem, és miután felvilágosítottak, hogy ez élőben megy, és sokan megnézhetik, ezért nem akarok neveket mondani. De ültem egy olyan asztalnál, hogy ugyanez a kérdés elhangzott. És a Ferences Női Kézilabdának az ikonjaival ültem egy asztalnál, és egy idézőjelben külsős ember megkérdezte ezt. És egyikünk se tudott rá válaszolni. Én mindig azt mondom, hogy ez egy életérzés. Ez egy szerelem. Ez egy identitástudat. Egy hovatartozás. Tehát nem attól fradista valaki, hogy ott dolgozik. És nem attól nem az, hogy nem dolgozik ott. Tehát ez a hova vallom, minek vallom magam, kinek vallom magam, és ezt ez mindig meg lesz. Nem csak bennem, azokban, akik ennek a részesei. De ezt megfogalmazni véleményem szerint nem lehet, ezt érezni kell. Aki ezt megérzi, az tudja, hogy miről beszélünk, de én szerintem más se fogja tudni ezt jól megfogalmazni. Én legalábbis biztos, hogy szűkös a szókincsem ahhoz, hogy én ezt megfogalmazzam, de mégis, tehát baromi büszke vagyok, hogy oda tartozhatok ahhoz a családhoz. Nyilván most máshol dolgozom, és arra is nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon jó közegben. És nagyon jó lenne, hogyha egyszer megélhetnénk azt, hogy nagyon sok esztergomi szurkolóval is beszélgethetnék majd így. De hát nyilván ez
egy 17-18 szakosztályos európai nagyklubot nem lehet összehasonlítani, budapesti, fővárosi, nagyvárosi, tehát ezeket nem lehet egyelőre összehasonlítani. De mondom, én erre mindig azt mondom, hogy a hűség az az egyik legfontosabb része ennek az egésznek. Tehát a gondolkodásnak a... Keresem én is most a szavokat, látjátok, de mondom, nincs rá jó válaszom, ezt érezni kell. Erre engedd meg, hogy rákössek talán 4 vagy 5 éve. Rákössél, vagy belekössél, nem mindegy. Rá, akkor jó. 4 vagy 5 éve beszélgettünk mi egy hosszabbat még a Ferencvárosi tévénél, akkor sokkal hülyébb kérdéseim voltak, tehát nagyon sokat fejlődtem amúgy. Akkor is azt mondom, beszélgettünk erről a... Köszönöm szépen! Yeah! Akkor is beszélgettünk a fradizmusról, és egyébként azt mondtad, hogy aki ezt az életérzést nem érzi át játékosként, az nagyon gyorsan távozik. Úgyhogy én a 3-as képnél, korábban ugyanannál a tévénél beszélgettünk az Elek Gáborért a legjobb kézilabdázóiról, Kisner Erika és Ballai Attila volt a vendég. Nem mondom már, hogy miért nem téged hívtunk, de nyilván egyrészt azért is, mert az elég kellemetlen helyzet lett volna akkor így összerakni. Most benne lennél, hogy összerakjunk egy Elek Gábor álomcsapatot az elmúlt 15 évből? Nem fogok tudni. Borzasztóan érzelmi alapúak lennének, és borzasztóan megsértenék vele embereket, tehát azért csak kiukadunk oda, hogy megint provokálsz. De most szépen bekurkoltam. Nem szeretnék senkit megsérteni. És nem tudnék úgy összerakni, hogy ebben ne legyen legalább 10 ember, aki megsértődik. Tehát annyi jó játékossal dolgozhattam együtt, ki ezért, ki azért, ki amazért volt jó, nem tudnék sorrendet felállítani. Tényleg nem tudnék. Jó, és hogyha kicsit karakterekről beszélgetünk, tehát akár, hogy milyen karakter tud hosszan ott maradni a Fradinál, vagy akár, hogy milyen karakterekből állt össze ez a tavalyi csapat, amely a legnagyobb sikert ért el az érádban? Hát nyilván, tehát itt az Izi nem lehet megkérdezni egyébként ennek a műsornak is, ő lett a győztese. Nézted? Tessék? Ne, hát muszáj volt otthon megnézni, mert a feleségem nézte. Megtisztelsz. Nem, persze, hogy néztem. Tehát nyilvánvalóan nagyon-nagyon, még egyszer mondom, tehát ez a tavalyi csapat, ez borzasztó komoly karakterekből állt, és nagyon-nagyon jó emberekből emellett. Tehát senki nem gondolja, hogy Dragan Acvics mennyire jó ember. A Tomori Zsuzsán nem beszélek, hogy a világ egyik legértelmesebb, és majdhogy nem azt mondom, hogy korrektebb barátja. Pedig mennyien nem szerették, mikor idejött az elején, ugye, amíg a legelső ideigazolásánál. Ja, egyébként a Dragan Cvicset imádta mindenki ellenfélként, de hogy ő milyen, mennyire jó ember, egy Beatrice Edrich, hogy mennyire jó ember, a Malenstein, hogy mennyire jó ember, ugye, mert nyilván magyarokról többet tudunk, hogy egy Bíró Blanka milyen ember, érted, hogy milyen szellemi képességekkel megáldott ember, és hogy mennyire rendszerető valaki, tehát nagyon sok jó ember volt ebben a csapatban, Kisfoldi, Janurik, tehát tudom sorolni, Zácsik Szandrát, gyerekkora óta az edzője voltam. Erre sem, hogy felvidéki, ugye? Igen. Márton Gréta, tehát aki általában meg szokták tőlem kérdezni, hogy milyen ember, mondom, olyan, amilyennek látszik. Pont olyan, hogy szerintem életében még egy légyre nem nézett csúnyán. És ha valaki elkéri tőle X-nél a labdát, annak odaadja. Tehát nem, tényleg Hársfalvi Júlia, nem tudok senkire rosszat mondani ebből a csapatból, mert tényleg csodálatos emberekkel dolgozhattam együtt. És most elnézést azoktól, akiket kihagytam, őket is nagyon szerettem. És valahol ennek a tavalyi évnek szerintem ez volt a titka, hogy olyan jó egymáshoz idomult az öltöző is, meg a stáb is egymáshoz. És mérhetetlen sok olyan energiát tudtunk felszabadítani, ami nagyon hasznos volt sorsdöntő pillanatokban. Egyetlen záró kérdés, hogyha már Cvics meg Lekicsi szóba került, amikor ők lenyilatkozzák a tévében, hogy sosem voltak még ilyen közegben, tehát ők, tehát a világ legjobb kézilabdázói közé tartoztak. Ez a kötelező kommunikációs kör, vagy ezt tényleg megerősítették akár neked négy szem közt, vagy akár látod rajtuk, hogy valóban ez a Fradi közeg, ez megérintette őket? Tavaly az első BL mérkőzést az Odenzével játszottuk, az Andrea Lekic lett a mérkőzés legjobbja. És egy elég forró mérkőzés volt, végül is magabiztos győzelemmel, teltház Érden, és a Lekivel sétáltunk a sajtótájékoztatóra, és tehát így mondta, ez fantasztikus, ez valami csoda. Ez nagyon rossz volt ellenfélként, de amikor velünk van, de jó, de mi bölcsesség, tehát. De nem, a délszlávok borzasztó érzelmes emberek, iszonyatos
emóciók mozognak bennük, és nagyon sokat jelent nekik az, hogyha ők ekkora közönség, pozitív közönség előtt játszhatnak. Tehát iszonyat, hogy mit jelent nekik. Tehát nem véletlenül is a Cvics olyan változáson ment keresztül, hogy ő ebbe a közegbe. És tényleg ezek nagyon-nagyon klassz emberek. Van még esetleg kérdésetek? Ha, még egy jó kérdés? Nem? Hetero vagyok, igen. Fenébe. Hogy létezik az, hogy annyira ilyen érdekes módon vezetünk 6-7-8 góllal, és 5-8 perc múlva még X van. Miért van ez a nőknél? Én azért láttam egy férfiak. Tehát én... Vigyázz már, itt már nagyon mérgesek a hölgyek a sarokban. Óvatosan. Uha. És ha látnátok, mit iszik? Tudod, ezzel a kérdéssel én úgy vagyok, mint Cyrano az órával. Tehát én csesztethetem őket, de más nem. Tehát én ebben nagyon megvédem őket, hogy ez azért nem csak női jelenség. Ugye azért láttunk ilyet férfi mezőnyben is. Mondhatjuk azt, hogy többet nőibe. Ha van annyi időnk, egy rövid történetet elmondok, ugye amikor a Veszprém elvesztette 9 góllal ezt a BL döntőjét. Én utána a Csavi Szabatéval, aki akkor a Veszprémnek volt az edzője, egy ilyen balatoni hajókázáson találkoztam, és ugye nagyon tisztességesen megtanult magyarul, nagyon jól tudtunk beszélgetni, és kérdezte azt, hogy Gábor, te mint rutinos edző, ugye neki az volt az első éve. Azt mondja, mit hibáztam el? Mondom, Csavi, volt ilyen az életedben, hogy 9 gólom meccset vesztettél? Azt mondja, nem. Mondom, akkor semmit. Az egész ország engem gyűlöl, mert le akarnak fejezni, meg akarnak lincselni, te meg azt mondtad, hogy semmit. Mondom, minden edző vesztette 9 góló mérkőzést. Csak nem mindegy, hogy mikor, és abból tanulod meg, hogy ez nem úgy működik, hogy te kidolgozod a taktikát, hogy működik 45 percen keresztül, és akkor elkezd süllyedni a hajó, ugye? Már csak 8, már csak 7, már csak 6, már csak 5. És akkor annak, aki ezzel még nem találkozott, az van a fejében, hogy majd helyreáll ez az egész, mert tudjuk a dolgunkat. Nem. Itt pánik jön. És itt egyetlen egy dolgokkal lehet egy ilyet megelőzni, időbe kell időt kérni, vagy kizökkenteni, mert meg kell előznöd a pánikot. Teljesen mindegy, elszavaltod az anyám tyúkját abba az időkérésbe, csak valahogy állítsd meg a folyamatot, még mielőtt pánikba esik. Mert egy férfi játékos is, de a nő az nyilván előbb esik pánikba. Talán ennyi a különbség a másik oldal javára. De mondom, hogyha a pánikot meg lehet előzni, akkor meg lehet előzni a bajt. Ha pánikba esik, teljesen mindegy, hogy férfinak. Az ugyanúgy pánik lesz. Azért láttunk olyat, hogy nem akárki, ott már a Margus leszaladta a sarokból, és kidobták neki a labdát. Tehát, és mondom, hogy nem akárki volt. Tehát amikor eljön ez az állapot, ott már vége a dalnak. Azt már nem lehet megállítani. Tehát ez az egy, én nekem ez a tapasztalatom. És előbb ezzel találkozik. Én elmondhatom neked, de neked ez nem fog eszedbe jutni 8 gólos vezetésnél. Hogy hoppá, itt kell megállítani a folyamatot. Nem fog eszedbe jutni. Amíg meg nem égeted magad, nem hiszed el, hogy más így égette meg magát. Tehát ez ennyi. Nekem is volt ilyen meccsem, első évem Kiskunhalas, 16-8-ra vezettünk a 20. percbe, és a második fél idő elején 6 góllal vezetett a Kiskunhalas. Egy góllal kikaptunk, én ott megtanultam egy életre, hogy ott bele kell nyúlni. Mert úgy voltam vele, hogy ez a kieső csapat, ez nem probléma. De, ha a játékosnak nincs veszélyérzete, nagyon gyorsan jön a pánik, de veszélyérzetből is, hogyha elkezd, pláne azért ott olyan tétek vannak ott körben 20 000 néző előtt, hogy ott azért gyorsan veszíti el önmagát. Ez nem csak edzői hiba egy ilyen. Tehát az, hogy oda jut a csapat, az abban mindig a játékos is benne van. Nyilván nekünk van egy olyan eszközünk, amivel ezt át lehet segíteni. Szegény Imre Géza is eszembe jutott most más sportág, igen. De ugye ő is fradista. Ugye, és hogy milyen az élet, hogy Kökénybálva mind a ketten megéltek egy ilyen olimpiai döntőt, ugye a feleségével. Igen. Hát igen, szegények. Én azt az Imre Gézának ezt az asszonyát a kökével tényleg? Online-on, telefonon
Ugye ez egy éjszakai vívás volt majdnem, és hívtam a kökért, tehát az is be volt pörögve, és akkor majdnem végignéztük a vívást, de aztán amikor elkezdett égni a ház, akkor letettük, hogy most már szurkoljunk. Ne is beszéljünk erről, és már-már olyan érzések kavarogtak bennem, mint amikor a Metz Fiesta után kiderült, hogy Elek Gábor lemond, és hogy ők akkor jelentik be ott. Ezt nem értem, Gábor. Ez az én kérdésem, hogy csak a mérkőzés után. Le volt egyeztetve nyilván a 6 gólos vereség után, én sem számítottam arra, hogy itt csoda lesz. Meg volt beszélve, hogy 4 óra környéken én bejelentem a csapatnak, és 4:30 körül kijön a sajtóra. De nem gondoltál ott, hogy toljuk egy picit? Tehát hadd ünnepeljenek, hadd örüljön a publikum, hadd örüljünk mi, hadd örüljenek a játékosok. Már azért lehet, hogy a játékosok örültek. Jogos. De figyelj, ez volt leegyeztetve. Mondtam, hogy félig meddig autista vagyok, tehát ez ugye, program ilyen, akkor a program ilyen, tehát én ezt nem fogom fölrúgni, ezt nem fogom. Egy biztos, ha én ott akkor nem mondom el az öltözőbe, 4 órakor, és 4:30 kijön ez a közlemény, akkor szerintem még a, tehát onnantól én nem állok meg a játékosok előtt, és teljesen igazuk van. Hát világos, nem is, na mindegy. Erről Ballai Attila elmondta a véleményét, azt hiszem, hogy a Hazafutás című műsorban a Sportrádióban Gáborral beszélgettek, érdemes visszanézni, majd lehet, hogy belinkeljük ide a videó alá, abszolút egyetértek Attilával. Ahhoz a Final Four, az elődöntő, az maga volt a fradizmus megtestesülése. Tehát, hogy amikor és ezt köszönjük nektek egyébként, csak hogy tényleg pozitívan zárjuk. Hát ezt inkább mi köszönjük nektek, akik ott voltak, mert ez együtt volt ilyen. Tehát, hogy amikor a meccs után még 20 perccel megyünk ki a lelátóra, és én nem tudom, kiket ölelgettünk ott. Jön szemben mosolyogva egy fradista, megöleltük, és nem tudtunk mit mondani, röhögtünk. Na, sajnos fiúk voltak jellemzően, de igen. Na, fiúk, lányok, van még esetleg kérdésetek? Akkor azt mondom, hogy folytassuk a beszélgetést egy kötetlenebb formában. Nettek nagyon szépen köszönöm, akiket a YouTube-on nézitek, hogy velünk tartottatok. 2 hét múlva tervezett módon jön a következő Hajrá Zöldek, addig iratkozzatok fel, követtessetek minket a Facebookon és az Instagramon. Járjatok Esztergom meccsre, 18-án találkozunk az Elek Gyula Arénába. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgetünk. Nagyon megtisztel, hogy itt lehettem, és tényleg köszönöm, mert ez egy jó beszélgetés volt.